Rúza Zsoltot, Baks polgármesterét kérdeztük a település 2020-as évéről. Baks polgármesterét, Búza Zsoltot kérdezem a település 2020-as évéről. Köszöntöm, hogyan is összegezni a tavalyi évet a település életében, mik is történtek? A legmeghatározóbb volt számunkra is a vírushelyzet, és én azt gondolom, hogy példát mutattak az itt élő emberek az összefogásról, az összetartásról, ugyanis hát veszélyhelyzetben ismerik meg a másikat, vagy ismerjük meg a másikat. Én azt gondolom, hogy mindenki egyként mozdult meg, amikor arról volt szó, hogy segíteni kell, illetve a maszkok varásában és egyebekben. És ki kell emelnem még azt is, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel maradéktalanul betartották Bakson az emberek azokat az előírásokat, amelyeket a kormány a veszélyhelyzetre való tekintettel hozott, illetve itt a kijárási tilalom meg egyebek kapcsán. Úgyhogy példaértékű volt az a hozzáállás, hogy hogyan tudjuk minél jobban átvészelni ezt a különleges helyzetet. De ez mellett persze nem álltunk meg a fejlesztésekkel is, több beruházásunk is volt, amit a tavalyi évben befejeztünk, illetve több gépbeszerzésünk is volt, a Magyar Falu programba is részt vettünk, az európai topos forrásokat is befejeztünk tavaly, illetve azzal is töltöttük az energiánkat, illetve az időt, hogy előkészítsünk különböző pályázati lehetőségeket, illetve különböző pályázatokat, és készüljünk a további fejlesztésekre is. Milyen fejlesztések is történtek? Hát a Magyar Falu programban sikerült egy karbantartó kis traktort vásárolnunk, aminek ugye nagyon nagy szerepe van, pontosan azért is, mert nálunk is, mint mindenhol, egyre inkább csökkennek a közfoglalkoztatottaknak az aránya, illetve száma, ezért különböző technikai berendezésekkel pótoljuk a human erőforrást, illetve el kell mondanom még, hogy a Magyar Falu programban szintén nyertünk, a Köztársaság utcát több mint 200 méteren sikerült teljes szélességében leaszfaltoznunk, Magyar Falu programban nyertünk ravatalozó felújításra pályázatot, ezt az időjárásra való tekintettel nem kezdtük el tavaly, ezt az idén tavasszal fogjuk befejezni, itt tisztasági meszelés van és a külső ravatalozónak a felújítása, illetve a festése van, de el kell mondanom, hogy szintén Magyar Falu programban sószobára nyertünk pályázatot, amit befejeztünk, és a gyerekek már tulajdonképpen birtokba is vették, és nagyon szeretik, de az udvari játékokat is tudtunk fejleszteni a Magyar Falu programból. Orvosi eszközöket sikerült nyernünk, amit szintén az idén fogunk befejezni, illetve idén fogunk megvásárolni, és a Magyar Falu program keretében pedig üres telkeket tudtunk vásárolni. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy összefűzzük egy másik 162-es pályázattal. A Komplex Telep programnak van egy lakhatási pályázata, és ezeket a üres telkeket a majd megépülő 12 szociális béllakásnak vásároltuk meg. Ezeken fogjuk megvalósítani ezt a 12 szociális béllakást. De szeretném elmondani azt is, hogy ugye említettem, hogy az óvodába is nyertünk, meg kell említenem, hogy a topos forrásból tavaly feleztük be a gondozási központ teljes körű felújítását, aminek én azt gondolom, hogy magáért beszélt, amit az odalátogatók, illetve aki a szolgáltatást igénybe vesz, hogy hogyan fogadták. Én azt gondolom, hogy a mai napig is csodálattal mennek be, hiszen teljes mértékben átalakítottuk, bővítettük, és egy teljesen modern, korszerű gondozási központot tudtunk átadni, amit át is neveztünk Aranykor Idősek Klubjának, hogy az aktívak vesznek részt itt, és hogy mégiscsak a neve is tükrözze azt, hogy aki a közösségbe szeretne menni, az nem gyámolításra szorul, hanem igazi közösségi, aktív időskorú vesz részt ebbe. De hogy megemlítsem, hogy a teljes szegmensére gondolunk a helyi társadalomnak, tehát az óvodától kezdve egészen az idősekig, de ide bele kell vonnom például azokat a mezőgazdasági vállalkozókat is, akiket érint például a Levelényi út több mint 2 kilométeres felújítása. Itt 100 millió forintot nyertünk szintén VP-s pályázat keretében, és ez is átnyúlt az időjárás miatt az idénre, úgyhogy ezt is most tavasszal szeretnénk elkezdeni és befejezni ebben az évben. De itt szeretném elmondani, ami kötelező feladat is az önkormányzatnak. A szociális étkezés az ugye egy kötelező feladat az önkormányzatunknak, és most fogjuk ünnepélyesen átadni a már működő konyhánkat,
amit szintén egy VP-s pályázatnak köszönhetően teljes mértékig fölújítottunk. Én ennek kapcsán azt szoktam mondani a teljesség igénye nélkül, hogy a kiskanáltól kezdve egészen a nagy gépek berendezéseig mindent kicseréltünk ebben a konyhában, de meg kell említenem, hogy a családokról is gondoskodunk, a biztos kezdett gyerekházat újítottuk fel. A gondozási központról már beszéltem, komplex teleprogram, tehát vannak olyan pályázataink is, amelyek nem infrastruktúrális fejlesztésekről szólnak, hanem mondjuk felnőtt képzésről. Itt szeretném megemlíteni például a felnőtt képzéseinket, festőmázoló, tapétázó, amit helyben tudtunk nekik gyakorlatot biztosítani, ugyanis a meglévő bárkaszálonkat teljes mértékben kifestik, kimázolják, tehát a gyakorlati képzést összekötöttük a kellemest a hasznossal, illetve a személy- és vagyonőrképzés bonyolódott már a teljes mértékben sikeresen, illetve a családellátókat képeztünk ki, akik szintén sikeres vizsgát tettek. Mik is várhatóak Baks településén a jövőben, mik a tervek? Mint ahogy már említettem, a tavalyi év nem csak a vírushelyzet kapcsolatosan telt el a településen, hanem azzal is foglalkoztunk, hogy a jövőben milyen fejlesztéseket, beruházásokat szeretnénk megvalósítani. Itt gondolok például a csapadékos helyzetre, mint ahogy most is tapasztalhattuk, hogy elég sok csapadék leesett, ezért a nyílt csapadékvízelvezető rendszerünk harmadik ütemét szeretnénk megvalósítani a közeljövőbe, de meg kell említenem, amit a Csongrád-Csanád megye is preferál például a kerékpárút hálózatok fejlesztése kapcsán, hogy régóta dédelgetett álmunk, hogy egészen a belterületet összekössük a külterülettel, illetve hogy ópusztaszerrel tudjuk összekötni a kerékpárút hálózatot, ezáltal rácsatlakozni a már meglévő kerékpárút hálózatokra. Tehát a belterületünkre és a külterületünkre is szeretnénk kerékpárútat létrehozni, illetve a belterületi útjainkat is szeretnénk rendbe rakni, hogyha lesznek erre vonatkozó pályázatok, és most adjuk be hamarosan a helyi piacra vonatkozó pályázatunkat, ugyanis ott is szeretnénk egy újabb csarnokot létrehozni, mert látjuk, hogy igény van rá, nagyon szeretik, ugye tavaly előtt adtuk át szintén topos pályázatnak köszönhetően a piac fejlesztésünket, amit én azt gondolom, hogy élettel töltenek meg mind az árusok, mind pedig az oda látogató vevők, de úgy látjuk, hogy szükség van további fejlesztésre, egy fedett árusító helyek kialakítására, és hát tulajdonképpen ezzel a fejlesztéssel szeretnénk igazából befejezni a piacunkat. Azt szeretném megjegyezni, hogy nem termelői piacról van szó, hanem rendes piacról, ami lehetővé teszi, hogy mindenfajta terméket és portékát áruljanak ezen a helyen. Szeretnék még arról beszámolni, hogy közvilágítás fejlesztést is hajtottunk végre az elmúlt időszakban, mégpedig ezt tavaly februárban kezdtük el, ez egy kicsit hosszadalmasabb időt vett igénybe. Az idén valósult meg, amit tavaly februárban kezdtünk el. Több helyen fejlesztettük a közvilágítást. Ez érintette az Akácfa utcát, ott sűrítettük a világítótesteket, illetve a Rózsa utca és a Május 1 utca sarkán helyeztünk el újabb világítótestet. De ami azt gondolom a legnagyobb fejlesztés, és érinti egész Máriatelepet, az az, ami szakasz összeköti tulajdonképpen a Baksi szőlőt a Máriateleppel, ott minden egyes lámpaoszlopra kandellábert helyeztünk el, tehát mondhatni azt, hogy most már így végig teljes komfortban láthatják az emberek a világítást, nem díszvilágítás, hanem közvilágítás, tehát ugyanolyan minőségben részesülnek a Máriatelepen élők, mint akik a központban, illetve a település bármely más részén élnek. És nagyon büszke vagyok rá, hiszen ez majdnem 1 millió forintos önkormányzati, teljes mértékben önerős beruházásból valósult meg. És hát természetesen a most induló Magyar Falu programokba, illetve a most induló top 2-es pályázatokba is szeretnénk részt venni, és ami fejlesztés van, illetve ami pályázat csak adódik, mert minden adandó lehetőséget szeretnénk kihasználni, akkor azon szeretnénk is indulni, ezáltal fejleszteni, és még jobbá is szebbé tenni a településünket, a környezetünket. A Balázs Csak első elnöke Fodor Tamás mesélstábunknak az Egyesület 2020-as évéről.
A Balázsak első elnökét, Fodor Tamást kérdezem az Egyesület életében, mik történtek a 2020-as évben, köszöntelek, hogyan is összegeznéd, mik is történtek? A 2020-as évünk egy nagy hullámvölgy volt. Nagy tervekkel vágtuk neki, hiszen ugye a 2020-as év már a 19-20-as szezonunknak a közepén köszöntött ránk, ahogy ez szokott lenni. Igazából nagyon sok csapatot indítottunk, történelmi szempontból sem volt még ennyi, sem csapat, sem játékos, sem mérkőzés, amit beterveztünk Balástyán, aminek úgy vágtunk neki, hogy ugye január-február még az év eleje, az a terem szezon, a futsal szezon volt. Itt igazából ezt sikeresen még végig is tudtok csinálni, még március 15-én is játszott az U19-es csapatunk egy futsalbajnoki döntőt, ami után 16-ától kezdve pedig ugye megszűnt a futball élet, sem edzés, sem mérkőzés, és innentől kezdve egy nagy bizonytalanság jött az életünkbe, ami valahol ott május közepetáján látszódott, hogy most már majd talán újra tudunk mozogni, és ekkor döntöttünk úgy, hogy akkor megpróbáljuk fokozatosan újraindítani a balázsai sportéletet. Ez úgy nézett ki, hogy a legidősebbektől kezdve, szétszedve a korosztályokat napokra, időpontokra, hogy minél kevesebb érintkezéssel tudjuk ezt véghez vinni. Május végétől június elejéig befejeződött a visszaállás, és tulajdonképpen egész nyáron edzési lehetőséget biztosítottunk a legkisebbeken kívül minden korosztálynak. Korosztályok tekintetében mi történtek itt az Egyesületnél, miben fejlődtek a csapatok? A 2020-as nyár volt egy vízválaszt az Egyesület számára, és igazából most már így 2021. februárjában azt is mondhatom, hogy az egész szezon ez egy vízválasztó év a sportkörünk életében. Egy picit próbáltuk racionalizálni az Egyesületünk működését. Ugye, mint említettem, egy történelmi szezon lehetett volna a 19-20-as év, ahogy ezt többször nyilatkoztuk, és többszörösen meg is írtuk a különböző médiumokon keresztül. Ezt egy picit próbáltuk újra gondolni. Újra kellett gondolnunk, ugyanis mi megpróbáltunk minden egyes játékosunknak a lehető legtöbb játék lehetőséget biztosítani. Ez ugye azzal járt, hogy mondjuk a fiú utánpótlás korosztályokban a kötelező kettő helyet mi mind a háromban, az U14-es, az U17-es és az U19-es korosztályokban is versenyeztettük a csapatainkat. Egy 3300-400 fős településen ez nem biztos, hogy reális csak hazai játékosokból ezt a sok korosztályt mind versenyeztetni. Nyilván tisztában voltunk vele, amikor bevállaltuk a 19-es évben, hogy ez azzal fog járni, hogy néhány csapat majd kisebb létszámban fog tudni elmenni egy-egy mérkőzésre. Ezt gondoltuk újra 2020 nyarán, és úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk úgy szétválasztani a korosztályokat, hogy mondjuk a három utánpótlás csapat helyett, a három fiú utánpótlás csapat helyett kettő legyen. Egy másik része is volt az újragondolásnak, ugyanis a fiú vonalat érintve, ugyanis az U19-es csapatból pont volt egy kiöregedő korosztály és egy baráti társaság, amivel kezdeni kellett valamit. Jó néhány játékosunk járt volna úgy, hogy nem lett volna versenyzési lehetősége, mert mondjuk a megye 2-es felnőtt csapatnál, hogy fogalmazunk, hogy kicsit komolyabb szakmai munka folyik, ők abban nem szerettek volna részt venni, ugyanakkor már az utánpótlásban nem tudtak volna részt venni a versenykiírás alapján. Ezért úgy döntöttünk, hogy ugyan nem indítjuk el az U17-es utánpótlás fiú csapatot, kettőbe szedjük az U14-be és az U19-be a maradék fiú utánpótlást, és indítunk egy új férfi felnőtt csapatot. Ezt sikerült összeszedni, egy viszonylag jó létszámmal sikerült május végétől már edzetni, hogy lássuk, hogy egyáltalán hányan vagyunk. Bőlétszámmal, jó hangulatban zajlottak az edzések, úgy döntöttünk, beneveztünk, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a jó hangulat, a közös mozgás élménye tökéletesen megvan, így elindult egy második számú balástyai csapat, ami most már, hogyha jól gondolom, 7-8 éve nem volt Balástyán. Ez vonatkozik a fiú részre. Ezen kívül 2019-ben indítottunk kettő lánycsapatot, egy U19-es utánpótlást és egy felnőtt csapatot. Tudni kell a mi női felnőtt csapatunkra, ami korábban is volt, hogy egy nagyon fiatal társaság, néhány játékos van, akik nem fértek volna be egyébként is az utánpótlás korosztályba, ezért döntöttünk úgy, hogy női felnőttben indulunk korábban, de 2019-ben úgy láttuk, hogy annyian vagyunk, hogy megpróbálunk egy utánpótlás csapatot is versenyeztetni. Tudtuk azt, hogy ez azt is fogja jelenteni, hogy nagyon sok játékosunk fog egy hétvégén két mérkőzést játszani az egyik korosztályban, illetve a másikban.
Ez tulajdonképpen az ősz folyamán működött, de bizonyos különböző okok miatt azért néhány fővel megfogyatkoztunk. Így úgy döntöttünk, hogy csak a női felnőtt vonalra fogunk koncentrálni, és ezt próbáljuk erősíteni. Itt lesz egy bővebb keretünk, hasonló okok miatt, mint ahogy a férfi utánpótlást is átszerveztük, így 2020 nyarán már csak a női felnőtt csapatot indítottuk el a bajnokságban. Hogyan zárult az év az egyesület életében, és mik a tervek a 2021-es évre? Egy kicsit kaotikusan zártuk az évünket. November elején az újabb kormánydöntéssel mi úgy döntöttünk, bár lehetőségünk lett volna lejátszani a mérkőzéseket, mi úgy döntöttünk a vezetőséggel, a játékosokkal és a szülőkkel közösen, hogy november-decemberre megszüntetjük Balázsján a sportolást, és januárban indultunk újra. Január elején elkezdett a férfi felnőtt megyekettes csapat edzeni, hiszen az őszről elhalasztott három mérkőzésünket február 6-ától kezdődően, február minden hétvégén kell bepótolnunk a versenykiírás szabályai szerint, és ezért már indokolt volt az, hogy január legelején, január 4-én már edzéssel kezdtünk. A férfi felnőtt csapatunk egyébként véghez vitt egy nagyon jó felkészülést januárban, heti 3 edzéssel, 5 edzőmeccsel, nagyon komoly szakmai munka folyt, hiszen az ősz folyamán edzőt váltottunk, Nyerges Dániel vezetőedző leköszönt, és Kis Mátét neveztük ki, akit az UTC-től hoztunk a nyáron technikai vezető pozícióba. Kis Mátét neveztük ki ideiglenes jelleggel az ősz maradék részére, ugye az alapból Csonka lett az említett okok miatt, és ezután úgy döntöttünk, hogy megadjuk neki a lehetőséget, hogy ebben a szezonban irányítsa a felnőtt csapatunkat, és véghez vitte, és vele vittük már véghez az alapozást januárban. Igazából a 2021-es évnek most már úgy nézünk elébe, mi nagyon óvatosak voltunk, mi próbáltunk azért a szülőkkel is kommunikálni, a játékosokkal is, fokozatosan próbáltuk újraindítani csak úgy, mint 2020 májusában az edzéseket a felnőtt csapat után. A megye 4-es felnőtt csapat és a női felnőtt csapat kezdett január közepén. Január végén munkába állt a legidősebb fiú utánpótlás csapat, az U19, és most úgy tűnik, hogy februárban minden egyes korosztályunk munkába tud állni, U7-től U14-ig. Az általános iskolás gyerekek a sportcsarnokban fognak edzeni, minden idősebb játékosnak pedig időjárás függvényében próbálunk a Balázscsai sportpályán lehetőséget adni, és most így nézünk ki. A férfi felnőtt csapatunk már túl van egy bajnoki mérkőzésen is, a listavezető deszkhez utaztunk, igaz csak Sándorfalváig, ugyanis a pálya alkalmatlansága miatt külső helyszínen kellett megrendezni a mérkőzést, és az újra szervezett, új vezetőedzővel bíró csapatunk 2-1-re legyőzte a listavezetőt, úgyhogy egész pozitívan indult a 2021, én pont ezért szeretnék ilyen pozitívan nézni a jövőbe is. Február 28-án Balázscsa közelében a kapitánysági úton kerítésnek ütközött egy személygépkocsi, és az oldalára borult. A műszaki mentést a kistelki hivatásos tűzoltók végezték, akik áramtalanították a járművet. Ópusztaszer közelében 2 hektár száraz hű avar égett. A tűzesethez a szegedi és a kistelki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el. Február 28-án a délutáni órákban Kistel külterületén 25 hektár nádas égett. A tüzet a szegedi, a kistelki és a kiskumalsai hivatásos tűzoltók, valamint a kistelki önkéntes tűzoltók és a balácsai katasztrófavédelmi kutató mentőcsoport tagjai oltották. 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. A kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területről az elmúlt időszakban az alábbiakat tudom elmondani. Február 2-án a délutáni órákban egy kerékpáros közlekedett Kistelek belterületén a Bercsényi utcán, amikor a sebességének nem megfelelő megválasztása miatt a kerékpárjával elesett. A baleset során személyisérülés történt. Február 3-án a késő délutáni órákban Ópusztaszer külterületén a 4519-es úton Baks irányából Kistelek irányába közlekedett egy szegedi lakos személygépkocsival. Haladása során későn észlelte a hirtelen feltűnő gyalogosokat,
akik kivilágítatlanul az úttesten gyalogoltak. A gépkocsi vezetője balra a szemközti sávba kormányozta a gépkocsit, majd visszakanyarodása során elvesztette uralmát a gépkocsi felett. A gépkocsi a jobboldali útpatkára sodródva egy akácfa csoportnak ütközött, baleset során személyi sérülés történt. Február 5-én a délelőtti órákban Kistelek belterületén egy ópusztaszerű lakos személygépkocsival hátramenetet végzett egy parkolóban, mely során figyelmetlenül az ott várakozó másik személygépkocsinak ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt. Február 7-én a délelőtti órákban Kistelek belterületén Szeged irányából Budapest irányába közlekedett egy mincenti lakos személygépkocsival. Haladása során balra kívánt kanyarodni egy parkolóba, amikor észlelte, hogy a fenti szakaton záróvonal tiltja a kanyarodást. A záróvonal miatt balra kanyarodási szándékáról letett, és tovább kívánt haladni, melynek során nem kellő körültekintéssel indult el, és a gépkocsi jobb elejével érintőlegesen ütközött az őt jobbról szabályosan kikerülő másik személygépkocsival. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. Február 8-án a délutáni órákban Baks belterületéről érkezett bejelentés anyagi káros közúti közlekedési balesetről. Helyszínen megállapítást nyert, hogy egy helyi lakos személygépkocsival haladt Baks belterületén az Akácfa utcán, az Ady Endre utca irányába. Haladása során a gépjármű baloldali kerekei lekaptak az úttestről, mely után a gépjármű vezető hirtelen kormánymozdulattal jobbra kormányozta a gépjárművét. Manőver során elvesztette uralmát a gépjármű felett, és az úttest mellett menetirány szerinti jobb oldalon lévő villanyoszlop betongyámjának ütközött, szerencsére ebbe az esetben sem történt személyi sérülés. Február 12-én a délelőtti órákban Kistelek Árpád utca, Tápai utca kereszteződéséből érkezett bejelentés anyagi káros közúti közlekedési balesetről. Helyszínen megállapítást nyert, hogy egy kisteleki lakos személygépjárművel közlekedett a Tápai utcán, a Bezdán János utca irányába. Amikor a Tápai utca végéhez ért, a jól látható helyre kihelyezett elsőbségadás kötelező közúti közlekedési jelzőtábla ellenére nem adott elsőbséget az Árpád utca ópusztaszer irányába közlekedő másik személygépkocsinak, és összeütköztek. Baleset során személyi sérülés nem történt. Február 23-án a délutáni órákban egy szegedi lakos bejelentette, hogy Kistelek belterületén az általa leparkolt személygépkocsiját ismeretlen személy megrongálta. Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy egy pusztaszeri lakos személygépkocsijával egy szabálytalanul végrehajtott kanyarodási manőver során a bejelentett gépjármű bal hátuljának érintőlegesen neki ütközött. Baleset során személyi sérülés nem történt. Végezetül február 27-én az esti órákban egy balástyai lakos gépjárművel közlekedett Balástya külterületén az 54-21-es úton az M5 autópálya irányából a vasút irányába. Haladása során egy balra ívelő útszakaszhoz érve a gépkocsi sebességét nem megfelelően választotta meg, sodródni kezdett, majd a jobboldali füves útpatkára sodródva egy tanya kerítésének ütközött. Baleset során személyi sérülés nem történt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!